Egyetlen egy bizottság volt, ami nem jutott eredményre, ez a nyilvánosság és a tájékoztatás politika. Miközben azt kell mondanom, hogy itt Papács Edit képviselte az igazságügyi minisztériumot, vagy az MSZMP egyik résztvevője volt ennek az albizottságnak. Edittől tudom, hogy egy nagyon konstruktív és egy nagyon előremutató javaslata volt az MSZMP oldalnak, és bármennyire vagy nem is meglepő, az SZDSZ jelenlévő képviselőinek, Haraszti Miklósnak volt köszönhető az, hogy ez a bizottság semmire nem jutott. Szerintem kerülgettük ezt egy picit ilyen forró kásaként, de annyit azért látni kell, vagy tudni kell, hogy 89 nyarán az ellenzéki kerekasztal ott ülő emberei ezt ilyen magánbeszélgetésben el is mondják, hogy ha lesz is választás jövőre, valószínű, hogy az MSZMP vagy az MSZP fog, akkor még MSZMP fogja megnyerni, hiszen 850 ezer pártag van, családtagok, stb. Tehát, ha be is jutunk mi a parlamentbe, biztos, hogy nem mi fogjuk a többséget alkotni. Azért, hogy biztonsági garancia vagy biztosíték legyen, legyen minél több sarkalatos törvény, kétharmados, mert ha benn vagyunk a parlamentben, akkor velünk ezeket egyeztetve kell majd elfogadni. És nem lehet nélkülünk ezeket majd elfogadni és meghozni. Tehát részben ez is indokolta azt, hogy igazából az ellenzéki kerekasztal képviselői is inkább afelé terelték a tárgyalást és a megállapodást, hogy lehetőleg minél több olyan kérdés legyen, amiben a politikai feleknek meg kell tudni majd állapodni a parlamentbe. Az más kérdés, hogy Antal József tényleg egy olyan demokrata államférfi volt, aki aztán jogi kötelezettség nélkül is nagyon sok olyan témát politikai többpárti egyeztetésre vitt, amire jogilag kötelezett nem is lett volna, főleg külpolitikai, de lehet belpolitikai kérdéseket is, és példákat említeni.